Szóval, ott hagytuk abban, hogy valami finger akárminél voltunk, és megcsengettünk valami, valami nagy skóddudába, belefújtunk, vagy mit csináltunk, és hát elmentünk beszélni Jolánnal, meg Imirrel. Úgyhogy az most ott van, és úgy döntöttem, hogy arra megyünk tovább, ahol már voltunk korábban, itt ezen a részen, tehát ez a Dragon Pit részen, és itt mennénk tovább, mert ide csak beszaladtunk, meg megöltünk egy sárkányt, de úgy különösebben emlékeim szerint nem néztünk szét. Úgyhogy... úgyhogy ide most benézünk. Azt hiszem erre lesz. Igen. Ja. Ott volt lent egy sárkány a tóban. És akkor itt gondoltam, hogy nézzünk már szét. Egy kicsit. Mert hát ezen a területen még nem voltunk, és nincs jobb ötletem. Látási viszonyaim még mindig rettenetesek, úgyhogy elnézést, hogyha hunyorgok, meg nem látok valamit meg, amit meg kéne látni. De ja, hát igen, a nyár az ilyen függöny nélkül, ez nagyon nagy szívás. Lehet erre jönni. És talán akkor erre eljöttünk. Ugye a Jagged Peak. Nem vagyok benne biztos. Hogy erre eljöttünk-e. Tehát, hogy erre jöttünk-e fel a Jagged Peak-re. Szerintem amúgy igen. Valonnan rémlik ez a hely. Aha, szerintem itt jöttünk. És akkor itt ugrottunk fel a Spirit Springen. Igen, itt fixem, ez fix info, hogy itt voltunk. Oké. Okay. Aha, szerintem azon a hídon át is mentünk. Jó, akkor a másik irányba megyünk. Tehát erre. Délfele a tótól. Talán arra még nem voltunk. Ugye a Jagged Peak-re is föl kéne menni. Mert... ezt is csak úgy... úgy átszaladtunk rajta, tehát itt is föl kéne fedezni. Igonnal nem is beszéltünk szerintem azóta. Itt van egy térképrészlet, amit fogalmam sincs, hogy hol lehet fölvenni. Tehát ez így... ötletem sincs. Mindegy, majd valahogy kibogarásszuk. Megpróbálunk eljutni oda is, de...
szép lassan. Na, és akkor itt van a tó, és itt kéne délfele menni. A tó, hát, ocsója. Belvíz. Szerintem erre nem jöttünk el. Óriás villámbirkák. Ez itt egyáltalán nem rémlik, ez a rész. És szerintem itt nem is voltunk. Oké, okay. Jó. Furnace-eket is ki kéne lassan nyírni. Van dolgunk, van dolgunk. Át lehet menni a túloldalra. Van itt ezen a másik részen valami. Aha, ott van egy item. Shit! És akkor itt lent is el lehet jönni. Itt a birkák között. Jó. Rendben van. Szek. Egy pillanat türelmet adjatok már nekem. Csak van valami. Oké. Közben nézem, Sejtadli, köszönöm a giftet a dobótnak. köszönöm szépen. Nagyon kedves tőled. Na, menjünk tovább. Itt van egy épület. Igon Kubuk.
Van fent valami? Nem úgy tűnik. Jó. Ott egy Grace. Grand Altar of Dragon Communion. Szuboltál is? Ó, akkor köszönöm azt is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokat támogatod a csatornát. Még úgy is, hogy ott nincs adás. dolgozok rajta, hogy legyen. Jó, akkor ha ez egy Dragon Altar, akkor elvileg itt tudunk áldozni Communion with Bale, Ritual of Dragon. Igen, Dragon Heartért ki lehet váltani. Oké, ez mi ez a Communion with Bale? Ki lehet váltani Bale varázslásait. Hát nem vagyunk varázslók, szóval ezt nem sok mindenre tudjuk használni. De nem baj. Nézzük meg, menjünk tovább, mi van még erre. Itt nem lehet harcolni. Látjátok a kis ikont. Ez általában olyankor szokott, hogyha van valami NPC itt. De most nincs itt senki. Tehát, hogyha itt van valami olyan NPC, amit nem kéne megölni. Ugye a... Ilyen például a... Roundtable Hold is. Itt voltunk lent. Előző streamben. Brutál ez a sárkány amúgy. Hatalmas. Itemeket látok. Reflektorra világítok-e? Nem, miért? A nap süt be. Okay. Fakó vagyok. Igen, mert a nap betűzés. Ez a webkamera, ez nem képes arra, hogy ezt kikorrigálja. Nem is a webkamera dolga lenne egyébként, be kéne sötétíteni, mondom őszintén. És kontrollálni kéne a fényt, tehát mesterséges fénnyel, csak hát... Nincs sötétítő. Oké. De ki volt egy hely ez? Egy kós van csak itt.
Menjünk tovább. Carol's hidden grave. Ott egy TB Mariner. Mindjárt megkérdezzük tőle, hogy mi újság. Benézzünk ide. Nem akarok én vacakolni vele. Igazából nem sokáig lesz ez probléma. Tehát mondom így ilyenkor este mondom egy órát még probléma, de hát ugye ahogy haladunk kifele a nyárból meg bele az őszbe egyre kevésbé lesz probléma. Tehát egy hónap múlva már... Nem mondod, hogy ilyet számolnál. Az igen. Szóval, ja, még egy hétig kb. Probléma, utána egyébként úgyis jön egy nagyobb szünet a streambe, és mire visszajövünk már gyakorlatilag ez a probléma megszűnik, tehát... Mármint a stream kapcsán a probléma, nyilván a probléma megmarad, mert a függöny nem lesz felszerelve, de értitek mire gondolok. Jövő hét... Szerintem jövő hét kedden van az utolsó stream. Így a szünet előtt. Ja, jövő hét kedd. Talán. De most még ez nem fix, mert a jövő heti programot még nem tudom. Az e heti már megvan. A jövő heti az kérdés, hogy hétfőn vagy kedden lesz a stream. Az még bizonytalan. De szerintem lesz, csak... még nem tudom mikor.
Na. Meghalt. És kaptunk egy tibia kubukot. Remek. Hát igen, sajtod, egy 3 hétig nem lesz. Szeptember 5-6 hét környéken lesz újra stream, szóval 3 hét nagyjából. Picit több mint 3 hét, amíg nem lesz. Hello Nevermind, szia, szia, jó estét! Továbbra is annyira vakon vagyok. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Tájékozódó képességem gyakorlatilag nulla. Csak megyünk és megölünk mindenkit. Gravekeeper Brain Pen. What? Material used for crafting items. Skullbone of an old gravekeeper. Remek. Igen, Nevermind, lesz nyári szünet. Egy kicsi. Mert megyek haza. Meg tudom én. Tehát utazok, úgyhogy lesz 3 hét, amikor nem lesz stream fixem. Hello. Hagyjad, leszarom. Jó, jó ez a név. Hoppá. Nem figyeltem. Hol? Itt a pokorba, érted? Mi a... Megyünk tovább. Hát ez remek.
Túléltük, de nem tudom, hogy... Oké. Jó. Mit vettünk föl? Rings of Spectral Light. Tehát egy varázslást. Varázslónak biztos jó lesz. Mi nem tudunk valamit kezdeni. Sajnit Adri, miért lenne bajom? Oké. Varázsló? Hát igen, végül is. Spectral Steed. Ez ebben nem lehet belekötni. Oké, próbálom nézni, hogy hol vagyunk. Oké, erre kéne tovább jönni. Nyugat fele. Ott egy grész. Fölvesszük. Amúgy is le akartam ülni. Oké. Nem, még nem volt meg az összes. Hát... Még nem játszottam még egyszer se. Tehát... Ez az első végigjátszás, és ez egy ilyen... Látatlanba végigjátszás. Hát, ami így szerintem a főbosszoknál következő, az majd Mesmer lesz. De még felfedeznénk itt a területeket, amik így ilyen opcionálisnak tűnnek, aztán persze majd lehet, hogy kiderül, hogy... Ó, hogy hála az égnek. Ez a kedvencem. Semmi baj. Jaj, hát az első végigjátszás az nekem mindig ilyen, hogy így ilyen blindba, vagy ilyen ignorant, inkább úgy mondanám. Aztán a második végigjátszásban már azért nézegetek guide-okat, meg hogy merre lenne jól menni. De így az elsőre azért szeretek meglepődni.
Mi a... Oké. Semmi baj. Ezek a Death Ride bőrdök eléggé nagy szívás nekem. Főleg, hogy itt vannak ezek a... Mondjuk ezeket a kis madarakat kinyírja a nagy. Mi történik? Mellé üt, érted? Meg is van. Jó. Hát...
jött a tis, csinált valamit. Nem azt mondom, hogy nem értékelem. De na. At is, igen. Jó. Oké is. Van nekünk egy csomó szól. Jó jön egy grész, megmondom őszintén. Egy vízi lórszarvú. Úgy emberileg, mint szakmailag. Menjen Mindra. Jó, hát igazából mindegy. Mert... lehet, hogy akkor itt átszaladunk, fölkapjuk ezt. És akkor visszaszaladunk a Grace-hez. Gondolom. Hát igen, mondjuk... Tics helyett mehetne a... adott esetben ugye a Mimik is. Az meg ugye nem kell FP. Mondjuk HP-nk annyi van, mint a szemét. Ugye a Dex meg a Strength az semmit nem ér. Mármint... na, értitek. Viszont hát igen, a fizika az, az jó jöhet. Szerintem két szintet nem tudunk lépni. Ja. Kéne 90 000. Mennyi kell a tisnek? Miért vettem ki? 132. Az nagyon sok szint. Ugye most van 88 FP-nk. Hát... mennyi kell még? Huszonhármas kéne. Á, hát 10 szintet mi nem fogunk lépni. Még 8-at. Hát... ha nagyon kell majd a... Szerintem maradjon így. Hogyha nagyon kell a 10, akkor használjuk ezt a flaszkot.
ennyi. Egyébként meg, hogyha kell a flaszk, akkor meg ott van a mimik. Na, akkor nézzük meg ezt a részt. Itt akkor a boss most már megvan. Hát lehetne a buffokkal játszani, de a buffokat inkább a strength-re meg a dex-re adnám. Tehát, hogy damage-ünk legyen. Az nem kell annyi mana. Ja, hogy úgy buff. Egyetlen egy dologra kell nekem az FP, hogyha a tist akarjuk summonolni. Ez az egyetlen egy dolog. Azért meg nem éri meg szerintem léptetni. Fétünk sincs. Ugye benézzünk ide. Tehát ez egy quality build, strength és dex van húzva. Se fét, se int, se mind. Se arcane. Nyitok már kapcsolok villanyt. Jó, akkor így semmi nincs. Aztán majd a második végigjátszásnak a guide-ba kiderül, hogy itt állokolni lehetne egy hatalmas maprészt. Na jó, nézzük meg, hogy itt mi van, mert ide be lehet menni. Hogy ez egy challenge run? Hát, a magam definíciója szerint, hát én nem korlátozom magam mesterségesen, az, hogy hülye vagyok és nem használom, az más kérdés. Vagy hogy nem tudok róla és nem használom, de én nem korlátozom magam, láttad, én summonolok is, ha kell, meg... tehát... Én tényleg nem korlátozom így magam. Az, hogy blind, mármint, hogy úgy guide nélkül, meg minden nélkül megyek, azt tekinthetjük úgy, hogy egyfajta challenge. Ezen még így nem gondolkodtam. De igazából az nem tudom, hogy mennyit nehezít a játékon, hogy nem guide szerint megyek. Én inkább amiatt szoktam aggódni a guide hiánya kapcsán, hogy félek, hogy kihagyok valamit. Tehát, hogy valami content kimarad. Mint ahogy szerintem el is rontottunk pár questet. De hát mindegy, az első az most ilyen. Gaul upper level key. És Edith Adri, nem vezetem már a jelenlét évet. Hát igen, lehet így. Az én értelmezésemben a játéknak van egy default módja, amikor mindent használsz. Tehát ez az alapértelmezett. És hogyha elkezded magad korlátozni, hogy nem summonolök, vagy nem hívok be NPC-t a boss fight-ra, vagy
nem használok valamit, az a challenge rán, és akkor ott nyilván vannak különböző nehézségek. Hát tekinthetjük persze a blind playthrough-t is challenge-nek, miért is ne. De ez még így még így nem jutott eszembe, hogy az egy challenge lenne. Tehát nem gondoltam így rá. Nem bírja elviselni a zajt. Lamentation. Valamit, mintha dünnyögött volna. De lehet, hogy csak az én fülem sípol. Na jó, de... Na még egyszer. Itt szerintem van valami puzzle. Jó, várjátok, felvettünk egy kulcsot, ami valószínű kinyitja a fönti kaput. Gaur emeleti kulcs és egy rohadt hosszú létre lefele. Dark Moon Greatsword. Aha, hát ugye mi is az, a második végjátszásom nekem is az volt. Int, meg... ugye a... nagy kék kard. Azon nyomtam egy All Boss rend. Itt egy lyuk.
Egyre jobbak a fényviszonyok. Golden Hour, hát lassan igen. Biztos volt, hogy valami ilyesmi fog következni. Hagyjatok már békén, könyörgöm, hát. Titkos fal. Ami mögött van egy zárt kapu. Ez a játék. Az egyik kézzel ad, a másikkal elvesz. Call of Tibia. Use his FP to summon one lost in death. Így. Lejöttünk a szmötybe. A légtérbe is elférne ez a hely? Hát... Ja, hát ott is volt smügy. Opa!
Gaol Lower Level Key. Ja igen, itt nincs, én, tehát itt most offline játszok. Általában amúgy is offline szoktam. Néha megy online, mert egy-két üzenet azért vicces. De ja, most offline. Szerintem itt nincs más. Még egyszer körbenézek. Boss még lesz. Hát itt biztos, csak valószínűleg nem ebbe a terembe. Tehát valahol tuti lesz itt még. Meg is kéne találni. Elfogyott az FP-nk. Semmi baj. Nem tudom, mi történt. Shortcut? Szerintem shortcut volt. De minek? Igen, innen jöttünk. Jó, menjünk le azon a létrán. Mert miért is ne? Ezen a létrán? Ó, fele se tudja már. Ezen se jöttünk még le. Ó, még több smöty.
Hát ez remek. Nem létezik, hogy itt lent csak ennyi volt. Az összes meat, inner meat? Hát alapvetően. Clarifying Horn Charm. Ez ugye fókusz, ugye vagy... immunity? Fókusz. Szerintem ennek a túloldalán voltunk, ott van egy nyitott láda. Szóval biztos, hogy voltunk. Csak a szokásos. Fogom magam és eltévedek. Nem létezik, hogy itt nem lehet tovább menni. Erre van a létre vissza. Ez tuti. Itt meg ugye a rács, ahol lefolyik a smütyi. És itt másfele nem lehet menni. Hát akkor szerintem ez ennyi. Ha eleget iszol, bárhova teleportálsz. Ez így van. Ez... Meg kell találni a megfelelő mennyiséget, hogy... Még, hogy már tudjál teleportálni, és még tudjál teleportálni. Van az a mennyiség, amikor már nem tudsz. Nevermind, az benne a jó, hogy nem te választod, hogy hova. Tehát ez ilyen ultimate meglepetés. Olyan, mint az én Elden Ring végijátszásom, hogy fogalmam sincs, hogy mi lesz. És ez benne az izgalom. Life challenge, Rani, hát ha úgy tetszik, igen. Itt estünk le. Az biztos. De oda hogy megyek akkor át? Ajtó, az egy ilyen börtönrács volt. De szerintem itt lehet átmenni. Ez egy ilyen kis börtöncella volt.
azokat nem lehet kinyitni, tehát olyan, mint ez, csak ezt ki lehet nyitni. Ez meg van kulcsunk, úgyhogy akkor jövünk ide. Soul, vagy rune, pontosabban. Lamenting Visage. Az mit tud? Meg hol van? Can be raised up and equipped in the left hand, illuminating more of the surrounding area. Blindfold of happiness. Swing the head while covering the eyes, unleashing a veil of lamentation while temporarily making the user of this skill harder to see. To those who seek happiness, blindness is bliss. Nem tudom elképzelni, akkor ezt így be lehet tenni a bal kézbe? Vagy én értem rosszul? Torch. Akkor ide be lehet tenni. Csak akkor a torcsok között van. Kell hozzá FP. Jó, töltsük fel akkor az FP-t. Igazatok van. Amíg itt kóvájgunk, addig szerintem pont föl is tölt. Emlékszem, hogy valahol volt még egy létre. Ami nem másztunk le. Csak nem emlékszem, hogy hol. Ah, oh, köszi, köszi Nevermind. Igen, azt a létrát keresem egyébként.
Ti is akkor itt mondjátok, hogy a Northernmost. Ugye, tehát az északi csücskébe. De ez a létre, ez fölfele megy. Meg valamiért írdatlan frame dropom van most. Jó, hogy az a szá... Megzavarodott az iránytűm. Oké, ezt állokkoltuk. Vagy ezt. És akkor itt... Igen, ezen nem mentünk le, ja. Há. Jó, akkor azt csináljuk. 5 healünk van, szóval lehet, hogy bemegyünk és kitépézünk ide vissza Marikához. Igen, ide kéne. Meg lehet őknek ölni, szóval... Szóval annyira nem gáz. I'm stuck. Na, ez izgalmas, izgalmas. Ah, oké. Okay. Értem, ez a fejjel nem tudom, hogy tudok-e bármit is csinálni. Az igen.
De amúgy végig szólsz, tehát... Mondom, ez egy puzzle boss, tehát nem az a lényeg, hogy erős vagy nagyot üt vagy sok a HP-ja, ez puzzle. Hármunk van. De neki már alig van HP-ja. Igen, ők meg nagyon agresszívak. Jó, oké. Kispemeltük. Pont kiadta, jaja. Oké. Transforms wearer into a lamenter and causes head to swell in size. Equipment? Amúgy. Nem tudom használni. Jó. Szuper. Oké. Vegyem le az armort. Alright then. Jó, akkor szerintem ezzel a... Még egyszer? Oké. Okay. Igen, ennyi akkor megnő a fejem. Jó. Jó, akkor ezzel a gaullal végeztünk. Nem buff, hanem valami attack. Szerintem. Csodásan nézünk ki. Jó. Merre megyünk? Erre délfele ezen a részen szerintem nem voltunk. Hát ha van arra valami, persze.
Ilyen, amikor vegán vagy pár éve? Hát én azért ismerek vegánokat. Azért ennyire nem... Jó, mehetünk. El kéne kezdeni csipegetni a furnace gólemeket is. Még egyet se öltünk meg, ami nagyon nagy csalódás. Igen, valószínű ezt is ilyen pottal kéne megölni. Hát ha föl tudunk menni, persze. Ó, itt van egy Spirit Spring, akkor igen. Nem craftoltam, megnézzük, hogy tudunk-e. Hello, azt hittem nem tudunk fölmenni. Gravebird Ash. Na nem mondod. Igen, itt, igen, valószínű itt is dobálni kell a botot. Nyilván ettől még nem lesz könnyű. Tehát csak türelmesnek kell lenni, meg ügyesnek. Amúgy... Igen. Tehát ez... Ez vitán felül áll. Igen, még azt az orszarvú vízi disznót kéne valahogy megölni. Igen, ez a 200 IQ taktikája. Érjen nullára
a enemy HP-ja hamarabb, mint a tiéd. Jó. Hát nem tudom, van-e itt még valami. Talán nincs. Oké, akkor vissza kéne menni ezt a vízidisznót megnézni. Még van egy csomó szólunk megint. Nem tudom, hogy szintet lépni tudnánk-e. Nem ezt akartam, hanem ezt. Talán. És ott van a túloldalnak rész, úgyhogy el is költjük a szót. Majdnem fagyos lett a hangulat. Jó. Torrentet leküldtük. Igen. Jó. Na. Várom a javaslatokat, hogy merre menjünk tovább. Szerintem ez a... Igen, akkor még a disznót megnézzük. És akkor utána... Utána megyünk tovább. Hát meghalt. Ó, adott egy fragmentet. Az nagyon jó. A fragment az hasznos. Nem is tudom, hanyas. 13-as szinten vagyunk. Erre voltunk. Jó.
javasolsz a továbbhoz? Darklight Catacombs. És ez hol van? Még itt van egy mózoleum. Oda mi miért nem mentünk be? Hol van? Ah, igen, itt van egy hiányzó maprész, ez kétségtelen. Sziklafal egyen lejjebb. Már csak a kérdésem az, hogy hogy megyünk egyen lejjebb. Szerintem még itt sem voltunk amúgy. Cathedral of Manus. Oké. Okay. Manus. Metir? Itt van lift. Itt van Jolán, nem? Hol van Ymir? Valamit csináltunk már megint. Enough of you. Hát jó, hogy továbbra sem vagyunk elnézni. Itt is van valami, így van. What? Finger ruins. Igen, én is ezt a guide-ot nézem, hogyha nézem. Anna. Anna. Okay.
Igen, mondjuk a map az, tehát nem haszontalan, csak maga a map azt nem árulja el, hogy hogy jutsz oda. És ennél a játéknál ez nem egyértelmű. Tehát, hogy látod a mapon, hogy ott van egy location, most ez tök mindegy, hogy Catacombs vagy. Vagy micsoda. Itt miért van Marika? És miért nem tudom megfújni? Valamit nem csináltunk meg, amit meg kéne csinálni. Szerintem. A questeket. Hát azt nem tudom, hogy mit kell hozzá megcsinálni. Másik finger ruin. Hát ott kóvályogtunk szombaton, nem? Az előző alkalommal. Ja, hogy több finger ruin van. Oké. Okay. Jó. Legalább tudjuk, hogy ez itt van. Ez mindenképp jó. Oké. Okay. Szóval akkor. A Shadow Keep-ben van egy lift. Ami levezet ahhoz a Catacombshoz. Levezet a folyóhoz, onnan eljutsz a katakombba. És az melyik, melyik résztől érdemes menni? Mondom, nem a storehouse. Vagy az entrance? Sunken Chapel? Sunken Chapel. Igen, ne, mert szerintem ebbe a folyóban még nem voltunk. Tehát itt van egy épület, és szerintem még ezt sem néztük meg egyébként. Na jó, valahogy jussunk el oda. Ez még a mai cél. Nevermind, nem szeretem, amikor azt írod, hogy Énkor mindig aggódok, hogy valamit nem jól csináltunk. Fake news, az összes fake news. Third floor, storehouse first floor.
Oké, itt menjünk le a lifttel. Kint a falon, ahol a víz van. What? Itt van létra. Ó. Oh. Alig dugták el. Na jó. Hát... Ez nem streamer csőlátás, ez szimplán csak tehát vaksi vagyok. Tehát itt ez semmi különös. Itt egy festmény. Domain of Dragons. Nem mondod, hogy egy koporsóval kell ismét. Kedvencem, amikor koporsóval utazunk. Jobb, mint a BKK? (Gül)
Itt lehet farmolni köcsögöt? Okay. Ott egy gréz. Föl kéne mászni mögé? Ja, körbe szaladunk itt. Összeszedegetjük a lootot. De ilyenre gondoltuk, ugye ez a... Hefty Firepot. Amúgy van cuccunk. Hát Hefty Crackpotból csak 9 van. Hát ez remek. Ruins of Unte. De ha csak egy lenne a game-be, de ez már szerintem ötödik vagy hatodik, akivel így... Innen? Kobi, az volt, de nem történt semmi. Ez volt a legnagyobb pot. Tehát ez a Hefty. Csinálunk még egyet. És a Hefty van bent.
Nope. De nincs is itt semmi mögötte. Oh, Hefty Furnace vagy Volcano Bot. Oh, oké. Okay. Csak mert mi, jól emlékszem, ilyennel dobáltuk az egyiket. Hefty Fire Pottal. Hefty Volcano Pot. Well. Kell még neki? Na jó, én azt mondom, hogy itt ma megállunk, és megfejtjük ezt a problémát a következő alkalommal, ami csütörtökön lesz. Na most egyelőre nem tudom, hogy mi van. Úgyhogy innen folytatjuk majd.